Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, halleluja, dicsőség Istennek, hogy itt vagytok, szélrózsa minden irányából, ugye nem akárhonnét, messziről jöttetek az Úr dicsőségére. De az Úr indítja a szíveket, Úr csinálja az akarást a szívbe, akkor a kilométerek nem akadályok, igaz testvéreim? Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik nézik, szokták követni a tanításokat, legyen az épülésekre, mindjártoknak az épülésére legyenek ezek a tanítások. És kedves testvéreim, bele is vágunk, bele is csapunk egyből a közepébe, ahogy szokták mondani. Itt a mai napon a tanítás arról fog szólni, ebbe volt békesség a szívembe, ugye ez a Bereznei Áron egy amerikai prófétának a beszédét lefordította. És ott az lett lefordítva, sok-sok sületlenségek is elhangoztak ottan, de a lényeggel foglalatoskodunk. Az lett lefordítva, hogy most szeptemberben lesz az elragadtatás. Ez egy banális sötétség. Ez egy banális sötétség, hogy lehet ilyet lefordítani? Nem is értem ezt az áront, hogy az Úr áldja meg őt, meg mi is megáldjuk őt, hogy kapjon bölcsességet, hogy föl sem éri, milyen nagy felelősség van az ő vállán, hogy ilyet lefordítani, hogy szeptemberben lesz az elragadtatás. Csak is, aki ilyet mondott, hamis, buduska, Isten munkása. Szeretem őt személyesen is ismerjük. Már a Berezne járott. De emlékezzünk rá, Sós Péter is 5 évvel ezelőtt már várta, hogy jön Úr Jézus Krisztus, elköszönt a családtól, leszette az összes tanításait, mert jön. Megzavarta az emberiséget. Hogyan lehet ilyet csinálni, kedves testvéreim? Testből. Ezek minden testi keresztények újjászületés nincs az életükben, Szent Szellemet nem ismerték meg, ők nem Szent Szellemben keresztelkedtek meg, hanem vízben. Tudjuk, az Új Testamentum azt mondja, hogy a Szent Szellemben kell megkeresztelkedned, nem a vízbe. Azt, hogy betolnak a víz alá, ugyanolyan butuskán kijössz, vizesedtek, kész, végeztünk. Ettől nem kaptál bölcsességet. De a Szent Szellemben betöltekeztél, akkor már kaptál bölcsességet, tudod érteni a Szentírást, és tudod hova helyezni az időket. Mert Isten sötétségben nem hagyja az ő népét, le van írva. Mint hogy Pál apostol sem volt sötétségben. Péterék sem voltak sötétségben, miután Szent Szellemben betöltekeztek. Míg Szent Szellemben nem töltekeztek, belárulták. Jézus mindenféle banális dolgot csináltak ők is. Mert? Miért? Hiába végzel el teológiai iskolát, az testből van. Elmondom, én is jártam egy évig, tovább nem bírtam, feszültséggel jártam haza, mert olyan hazugságokat tanítottak, hogy a fejemet körletos fogja. Mert Isten dicsősége, hogy már 5 éve tanulmányoztam a Szentírást, és én már úgy mentem az iskolába. És az mindenhol vitába körülött kerülnöm, a nagy Reisinger Jánostól, sorolhatnám a nagy neveket, már nem tudom hány éves az Úr áldja meg, semmi köze Istenhez. Testvéreim, ezeket nem rosszból mondom. Ki nem született újjá, nincs köze Istenhez. Ő az istentelen, mondja a Szentírás. Ki nem mondja ezeket? Maga Jézus azt mondta, ne mondjátok nekem, hogy Uram, Uram! Szátokkal közel vagytok, hát ezek is uramoznak, ezek mind kivétel nélkül. Szívetek távol. Miért? Mert a megtérés, az a megtérés, hogy fölismerem bűneimet és megtérek belőle. Ez csak Szent Szellem által való segítséggel megy, magadtól nem tudsz. Ne is próbálkozzál. Sima cigarettáról nem tudsz leszokni. Vagy az alkoholra. Vagy a csúnya beszédről, mennyit hallok én keresztény. Röpködnek a kötőszavak a szájából. És ki meri ejteni, hogy ő megtért. Mi bűtélt neki? Semmiből. Figyeljetek, kedves testvérek! A farizeusi jelleműek, akik vannak betöltekedve a testi keresztények, erre az igére szoktak hivatkozni, mindjárt elején tisztázok. Apostolok cselekedete első fejezet 6. ige verse. Ezt mondja. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt, kit? Jézust.
mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod e helyre az országot Izraelben? Mit válaszolt Jézus? Mondta pedig néki: nem ti dolgotok tudni az időket. Az időket. Azokat az időket, hogy mikor lesz Jeruzsálem helyreállítva. Nem az ő dolguk volt ez. De Dánielnek leírattatta Isten még ezt is, hogy Jeruzsálembe fog az Úr lenni ezer évig velük, miután az új földet megteremtette. Erről én már tanítottam, most ebben nem akarom belefolyni, csak ezt az ige nagyon-nagyon fontos. Nem a ti dolgotok az időket, vagy az alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Na erre hivatkoznak a farizeusi szelleműségiek. Erre az igére. Miközben a Máté 24. fejezetében Úr Jézus mindent elmagyarázott az apostoloknak. És most ezt fogjuk venni. Ezt. Mert nem hagyhatjuk azt, Isten nem hagyott békességet a szívembe, hogy erre a szeptemberi elragadtatásra, hogy ne kontrázzak. Miért? Ha most gondoljátok el, több ezer ember meghallgatja. És azt mondja, mindegy már, minek építkezünk, mindegy, minden figyelj, de szeptemberre úgyis megyünk. Hát fő sem éred a berednei áron, és sem azok a fordítók, akik ilyen banális, butuska, ördögi proféciákat lefordítanak. Fő sem ér, milyen nagy felelősség van rajta. Ha mennyi több ezer embert vezet félre, innét látna, berednei áronnak sincs sok köze a Szent Szellemhez. Mert ilyen butuska cselekedetet nem követett volna el. Mind ahogy elment a Magyari Lászlóval is, oda egy varázslóhoz kikülpölve, mert a Magyarinak rohadt a teste, ő mutatta be ezt, nem rosszba mondom, rohad a húsa. És oda kiment ugye, oda a nagy afrikai varázsló, majd meggyógyítja, nem Úr Jézus, hát ahhoz nem is tudott menni, mert soha nem is volt Úr Jézusba. És erre ki a berednei áron megy el vele. És ott hánynak, ott van a pörvét az internezen. Nem mondok új dolgot. Ott hánynak, csurog a nyál a szájukból, négy kézláb mennek, mint a malacok, mint a disznók. Nekik ez a gyógyulás. Kedves testvéreim, el kell, hogy mondjam, és siralmas helyzet, és sírad én szívem ilyenkor. Hogy nem is értem ezeket a testi keresztényeket, G.G. Jévát is például. Az is mindig ilyen hamis profétákat, varázslókat, mint a Joshua Mills, meg ilyeneket hívtak ide, ilyeneket fordítottak le, amit a 700-as klubba főponzorálták, mind a tévében valakit megreklámodnak, el akarják adni, megreklámozták, hamis felvételeket bemutattak, erre ide hívták Magyarországra, és a kundalini szellemiség, beleértve Németh Csándor volt az első, aki hívta ezeket, mert ezek mind szerettek volna betöltekezni a Szent Szellemmel. De ez, kedves testvéreim, ez tiszta nagy szeretetből és békességgel mondom a szívembe, ezeknek nincs közük Istenhez, mint az adottnak se, hanem a kundalini szellem, ez a buddhisták, kundalini kígyó szelleme, hónapokig meditálnak, mindent elkövetnek, hogy az ördög beköltözön a szívükbe. Na ők ezt most már kenet átadás címén kezüket ráteszik, és mindenki beveti ezt, a szellemiséget. Mert megnyílt a szívébe, ahova töltekedik be. És így ment el a Omegálózatból, és ugyanúgy a Sövegésünkre, Szabó Sándor, Kovács Péter, Omegából többen elmentek, Dávid Csátora, Ráki Tamásról nem is beszélve. Életveszélyes a kereszténységre. Nyújtogatja a lábakat, mindent csinálnak, semmi közük Istenhez, és testvéreimet tiszta szívvel, szeretettel mondom, ezeknek közük Szent Szellemhez, Istenhez, Jézushoz nincs egyiknek sem. És lefertőzték a magyar eklézsiát. Hazajöttek kenet átadás címén, a kezeiket pakolták, és már borultak is hátra. Kukorékolnak, ugatnak, aztán olyan látásaik vannak, Jézusra fürdenek, Jézus ölébe ül, Jézusba szerelmes, hát
Testvéreim, hú, ezt nehogy elmondjátok valami nagyviláginak, mert kinevet mindnyájatokat. Azoknak több bölcsességük van, mint ez az elvetemült keresztények. Miért keresztények? Mert nem hívők. A hívő Szent Szellem által újjászületett. Fölismeri bűneit, Isten rámutat, ő akar is szabadulni, és mindig jön helyette a Szent Szellem. Ez egy folyamat. És a Szent Szelleme betöltekezték, akkor te a igét is érted úgy, hogy az Úr akarja. Amen. És ilyen banális proféciákat, mint ez a Sólyom Albert is, amit ugye megint csak a Sós Péter leigazolt, kamion beborult a tengerbe, mert körül a halaknak a McDonald's étel, meg a hamburgerok, mert majd ahol ezek minket az Úr. Ha nem nevetséges egy kicsit. Az az Isten, aki egy falat halat megszaporít 5000 jó laknak. Neki szüksége van balesetre? Hát micsoda sötétséget takar ez? Ez szó nélkül nem lehet emellett elmenni. Ha szó nélkül elmegyek emellett, akkor egyet értek velük. Bűn részesük vagyok. Nehogy azt higgyétek, hogy én ezt élvezetből csinálom. Ez a sok elvetemült tanító, aki ide kimer állni, és nem Isten állította oda. Mert mit mondod, igen? Én hittalak el tégedet, és akit én elhívtam, azt megtisztítom. És akkor Isten odaállít tanítani tégedet. De akkor már sötétségeket nem beszélhetsz. Már te nem testből beszélsz, hanem Szent Szellem által mondod, amit mondanod kell, Szent Szellem által magyarázod meg a Szentírást. Testbű mind banális, ugye, ahogy van. Szeptemberben elragadtatás. Hát annyi mindennek kell még történni, hogy lehet ilyen sötét valaki fölfogni, nem tudom. Hogy a sötétség munkáját segítik. Ebben ezek a fordítók is. Itt nem csak a Gégényé van, nem csak a Bereznei, az egyik másik se külön. A sötétség embereit hívják ide, akinek köze Istenhez nincsen, és főleg jó, ha külföldi. Azt tudni, hogy az a tudni jó nekik. Mert még kell a show műsor az embereknek. Mert újat nem tudnak mondani. Hát ugye van ez a proféta iskola is Magyarországon minden évben. Budapesten is, Debrecenben is. Mindig ugyanaz. Ott mindig csak a jót mondják, így szeret az Úr, ez lesz veled, az lesz, és mindenki előtt nem megy haza. Már szeretik hallgatni a jót. De hogy milyen idők következnek be, mi lesz, meg hogy lesz, fogalmuk sincs, mert nem szentszerem által beszélnek ők se, ugyanúgy a kundalini szellemmel vannak betöltekezve, mint az ő vezetőjük. A bárányok olyanok, amilyen a pásztor. Hát az a pásztor hova tud tégedet vezetni, ahol ő van. Ha az ördögnél van, csak is oda vezet benneteket. Már adogod a bárányokat. Akinek már az Úrnál van kötelessége annak a pásztornak, az Úrra évezetni a bárányokat. Hogy te is halljad az Úr hangját, ne csak én. Mikor ezt mondják, kimehettek a pásztorhoz imádkozni. Azt a fertős kezeit rátok teszi. Hogy betöltekezzetek avval sok-sok démonnal, amivel ők már be vannak. Megmondja az igen. Kérd rá tétet, ne kapkod te. Mert ha ráteszi a kezét, add meg beléd, ami ő benne van. És ezek farizeusi vezetők. Hát a Szent Szellemet ismerték volna, akkor Istent megismerték volna, ilyen banális fordításokat nem csinálnának, mind amit ezek csináltak. Meg a profécia iskola. Számtalan szó voltunk ott, mit tudom én már, 6-7-cé, ha nem többször, nem tudom. Minden évben mentünk is. Soha semmi nem történt, mindig csak a jót. Hallottok, milyen jó, persze jó hallani a jót, igaz, főleg a bűnös léleknek. Megyünk a mennybe, szeret az Úr, nem igaz, ez is adogság. Itt csak hosszú tűrő az Úr arra, hogy várja, hogy egy év múlva esetleg megtér, és mi a megtér, és a bűneidet fölismered, abból megtérték. Ha nem tértél meg, nem lesz neked elragadtatás. Ezt csak a hadugok tanítják. Ez volt a bevezető. Szóljon az ige. Máté 24. Negyedik fejezetet fogjuk venni, ami egyértelműen rávilágít arra, hogy hol vagyunk, minek kell még lenni, és a sorrend is ott van. Miért? Mert a tanítványainak Úr Jézus elmagyarázta, nem hagyta sötétségbe.
Tudod, ki van sötétségben? Sok farideusi, tudatlan, Istent meg nem ismert vezetők vannak sötétségben. Azok beszélnek banális butaságokat. Sajnos. Mert őket nem is érdekli ez. Szellemi vakságban vannak őket csak a lóvé. Miért mondom ezt? Mert eladták a mammonnak a szívüket. Ott vannak a Vatikán alatt. És a János ide, jelenések könyve 13. fejezet 8-as igeverse leírja, hogy alá mentek a Vatikán alá mindazok, akik nincsenek beírva az élet könyvébe. Ők pusztulásra vannak teremtve. Ők azok, és szomorú, ki kell mondanod összes egyházatot. Úgy a Domega, úgy a Dávid csátor, úgy a Ráki Tamás csapata, mind ott van a Vatikán alatt. Emberek, ébredjetek! A Szentírás több helyen írja azt, én népem szaladj ki onnét, hogy ne kapja az ő csapásaiból. Az Úr hosszú tűrő, oda fog csapni emberek. Csak hosszú tűrő. Nem úgy van, mint az Ótestamentumban, bűnt elkövetett hónap már nem is érték. Mert ha így volna, akkor én sem állnak itt. Az Úr hosszú tűrő, már mindenki ismerje föl, jöjjön ki a bűnből, hogy megmeneküljön. Erre hosszú tűrő az Úr, nem a bűnt szereti. Utálja és most is utálja. És le van írva, a bűn választ el benneteket Istentől. Ezért nem értitek se a proféciát, semmit se, mert közötök nincs Istenhez, hanem az ördöghöz. Sajnos. Ez egy csinalmas állapot, ami van itt a keleti. Ugye Orbán Viktor is azt mondja, hogy a keresztény ország vagyok. A mit ő? Abortusz törvény, benn van, gyilkoljatok. Szentírás azt mondja, nem gyilkolhatsz. Bűn. Bálványimádás utálatos, ott van benne a korona. De akkor milyen keresztény ország ez? Elmondom, mi a keresztény ország. Az a keresztény ország, aki az Isten szent írásait betartja. Ez a keresztény ország. Hazugság az egész. Mindamilyen hazugok a politikusok, tisztelve kivételnek. És amilyen hazugok a farizeusi vezetők. Az se igaz, amit kérdeznek. Máté Evangélium 24-es fejezet. És kijöve Jézus a templomból tovább méne, hozzámennének ő tanítvány, hogy mutogassák neki a templom épületét. Jézus pedig mondta neki, nem látjátok én mindezeket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amely ne romboltatik. Az összes templom el fog pusztulni, mikor az Isten haragját kitölti. Az összes. Mert semmire se jó. Oda a gazmagok járnak. Hiszen maga Jézus mondja, kézzel kőépületben nem lakok, itt az Úr, amit kézzel csináltak kőből. Nincs ott Isten. A Szent Szellem ki van árasztva, szívedet ki tudtad nyitni, lakozni akarod. Azt mondja, ott zörgetek szíved ajtaján, engedj be. Na ezt nem tették meg a farizeusok, hanem ők a kundaléni szellemet engedték be. Röpködnek, kukorékolnak, ugatnak, stb. Remegnek, minden bajuk van. És nem is tudják, ez az ige azt mondja, aki a rosszat jónak mondja, nagy bajban van. Csak az Úr hosszú tűr, a legvégén kaparózni fogtok ám, de nagyon, ha így maradtok. Ezek a tanítások azért szólnak, hogy ébredjetek föl, és gyertek ki abból mocskos, alvó, farizeusi gyülekezetekből. Így van. Így van. Mikor pedig az olajfák hegyén ülve bala mennének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének, azaz a görög fordítás ekorszak bezáródásának. Mert a Károlyi Gáspár már tisztáztuk, telve van rossz fordítással. Telve. Jézus felelői mondta nekik, nem mondta, hogy maradjatok nyugodtan, semmi közöttök hozzá, csak várjatok. Nem mondta, igaz? Ha szerette őket, csinálja helyet az övéinek ott fönt, hogy ott legyünk. Hát akkor nem is tart minket sötétségbe. Sötétségben csak azok vannak, akik nem ismerték meg Istent. Figyelj! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. Ne, ilyen proféta, olyan külföldi, olyan terve hamissággal a kereszténység és hazugsággal.
Akik ezt mondják, én vagyok Krisztus, sokakat elhitetnek. Hát ez a gyapjas hajú is, egy idáig ér a haja neki, ja, nem ismeri a Szentírást, mikor azt mondja, hogy igen, utálatos a férfinak a hosszú haja. Ez a gyapjas fejű, ez is külpöldi, nem is érdekel a neve se. Idében van leperve, ha Jézust utánozza. És ilyeneket hívogatnak, hogy mi lesz, hogy lesz, mi? Semmi köze Istenhez. Semmi köze. Hát külpöldi akkor az már jó. Hát ilyen silalmas helyzetet, amit Magyarország kereszténységén belül van, síralom. Síralom. A mammoni eladtátok a lelketeket, szégyeljétek magatokat. Álljatok ki a gyülekezet elé, és mondjátok meg, hova vittétek őket. Gusztustalanok vagytok. Pénzéhez kapcsik a mostani vezetők. Tisztelet a kivételnek. Mondja Jézus, hallanatok kell majd háborúkról. Igaz van? Benne vagyunk? Benne. De nem lesz vége ennek mindjárt. Szeptemberbe megyünk. Siralmas. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek. Ne rémülj meg, jön a háború lesz. Mert mindezeknek meg kell lenniük. Nincs mese, hogy nem. Lesz. Amit Jézus mondott, úgy van, azt mondja, hogy elmúlhat a föld és ég, de az én írásaim minden teljesednek. Egy jót el nem veszed belőle, ember, ha mit húzol te ki belőle? És aki ezt hozzátett és elvesz, az Úr húzza ki az élők könyvéből. Annak esélye sincs fölmenni. De jobban szereti a lóvét, mint a saját életét. Majd ott lesz ott idő neki, ott len a pokolba gondolkodna jó melegbe. Sütkérezteti majd magát. Mert ottan nem lesz ám, hogy dőj hátra, ú, de jó. Az csak fönn az Úrnál lesz. Figyeljétek. Ezeknek meg kell lenniük. De ez itt még nem a vég. Ha még teljesen be se teljesedett a háború. És ez még nem a vég, akkor mi az, hogy már megyünk fölfelé. Már itt megbukott a történet, a szeptemberi elragadtatás. Már itt ebben az igében már megbukott. Hamis kedves Berezne járon, álljál ki mindenki elé, és mondd meg, hogy ez hamis volt, kérjél bocsánatot, mert több millió embert vezet szélre. Nagyon nagy felelősség van a te válladon, nehogy elképzeld mindenféle mocskot, bogarat lefordítotok. Ezt csinálják. És embereknek életét teszitek tönkre. Ezáltal. Ha szeptemberben jön máma, most minek akarsz építkedni? Adjuk az egészet most már. Igaz? Ha ne fejezzük be minek? Ha megyünk tőle. Ha fő sem éri, olyan sötétségben van, hogy mit fordít le? Nem is értem. Ezt a sok fordítót. Ezek mindig szerepelni akarnak. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek éhségek. Kedves Berezne járom, még nincs éhség. Lesz, de még nincs. Hát akkor hogy mennénk, már meg kell lenni. Üresek lesznek a boltok, emberek. Ébredjetek, amely 1 kiló lisztet lehet vinni, 1 kiló cukrot, 2 kiló étolajat, már be van szabályozva már minden. És ez csak a kezdet, üres lesz a pót, gazdasági váltság lesz, munka egy cikra se lesz. És ennek meg kell lenni. Itt mondja Jézus. Hát akkor mi az, hogy szeptemberbe megyünk? Még ilyet hallom. Lesznek éhségek. Az eredeti görög ragályos betegségek. Itt dökhalál van, ez se igaz. Ragályos betegségek, ami a Covid-ba el is intéztek. De most már beszélek a majom, mit tudom milyen. Hát mert a majmok találják ezt ki egyébként. A szabad kőműves sekerek a hízott fejükkel nem tudnak mit kitalálni, és meggazdagodtak ők ebből a Covid-ból is, de rendesen. A disznó fejű nagyurak.
Eldöntik neked, mi a sorsod. Szabad körülvesek. A háttérbe. Figyeljetek. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete, kedves Berednei Áron. Még idáig el se jutottunk, és ez csak a kezdet. Ez csak a kezdet. Menjünk tovább. Akkor nyomorúságnak adnak majd benneteket, megölnek titeket. Gyűlölni fognak benneteket, lesznek mind a nép előtt az én nevemért, ki a Jézus mondja. Üldönni fogják, gyűlölni fogják, vannak pár ilyen országok, adjunk hálát Istennek, itt Magyarországon még nem. De ennek meg kell lenni, kedves Bereznai Áron. És összes fordító, aki tud angolul, ne a sötétséget, ne a varázslókat fordítsátok le. Ezt fordítsátok le angolra, meg németre, amit én beszélek, küldjétek el nekik. Hadd világosodjanak ők is meg. Mert ez Szentlélek által van, és le van írva Jézus szavai. Ezt fordítsátok le Berednei Áron, Gégényéva és társai, és küldjétek el oda-vissza azoknak a hamisaknak, akiket ide hívogattatok. Leperköztétek egész Magyarországot. Bűn részesei vagytok, ne érezzétek jól magatokat. Ez nem kárhoztató beszéd, hanem igaz, mert ha én bűnre hallgatok, ha most hallgattam volna, bűn részese lettem volna Berednei Áronnak. És Isten nem engedte, hogy csalogassak. Az igazságot mondjuk ki. Amen. 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 Halleluja, dicsőség Istennek. Hajszál pontosan tudjuk, hol vagyunk, mikor, mi időnk van még. A Szentírás gondoskodik erről. Persze van a sok butuska, farizeusi tanító, aki saját magát állította oda, vagy elvégezte a teológiát, az aztán elmagyarázta, nem körekünk ebben foglalkozni. Nem hát, csak a bendőd megtelje meg a kosár, ahova kell foglalkozni. Mert olyan sötétségben van, nem is érti. Ha mert akkor nem kell foglalkozni vele. Na. És értek az elektronika adaton, ha nem foglalkozok vele, tényleg nem értek. A telefont is alig bírom fölvenni. De nem is foglalkozok vele. Van egy zöld gomb rajta, meg egy piros viszontlátás, hagyjatok békén engem. Nem érdekel. Na így vannak a tudatlanok is. Hát ő nem is érti, miről van szó. Nem kell foglalkozni vele, milyen egyszerű kimondani, igaz? Hát csak el nem tudja képzelni, hogy milyen sötétség bevezeti a bárányokat, azaz már birkákat csináltak belőlük. Mert a bárány hallja az én juhaim, hallják az én hangomat. A bárány hallja Jézus hangját, és az életbe érzett, hogy hamis a tanítás. Ott bent, nem a buksiba. Mit is tanultunk a teológiának? Nem. Hát a szívedbe, ott. Mert az Úr már a lakodás lett ott. Ő már nem engedi oda be a szecskát, nem vagy már kecske, hogy minden tanítást megegyél, minden tüvet. És te körülötted minden tönkre megy, mert a kecske olyan. Engedd, de ottan se pas, se semmi nem fog teremni. Minden kinyír. Nem véletlenül van írva a Bibliában a kecske. Ismerni kell, milyen a kecske, mi ismerjük. Aki tart kecskét, azt tudja. És akkor sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, gyűlölik egymást. Ha még ez így, jó emberek gyűlölködnek már most is, persze régóta, de azért még ez se teljesedett be teljes mértékben. Sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ezt már mondtam nektek, minden éve proféta iskolák vannak, a Mikes Attiláék is kijárnak oda Dallasba, a Rick Johnner, a szabadkőműves főmester, ő az egyik fő vezető, ebbe a körbe járnak. És hölgyek profétának lépten nyomom, kendőnek nincs is rajta. Ördögtől vannak, ördög munkásai, kedves testvérei. Ezeknek közük Istenhez nincs. És akkor megmagyarázzák sötétségükbe az, mikor a Biblia írja, hogy a hölgy vegye fel a kendőt azért, hogy az angyal megismerje őt, hogy a profétálás angyala alászálja. És ha nincs fönn a kendő, utána írja, hogy van a hajuk nekik a... segítsenek, hogy írja fontos. Haj. Haj. Fátyolként. Fátyolként. És megbeszéli a sötét vezető, elmagyarázza, hogy neki elég a haj. Hát akkor meg volt zavarodva, aki leírta, hogy kell a kendő, utána meg már mindjárt nem kell.
fölháborítóan síralmas ez a sötétség, amit tanítanak az emberek, vezetők a bárányoknak. Egyszerre van írva a kendő, a haj nem azért van. Fácsoljan át, nem azért. Az nem kendő. Mikor Isten elvén foglalkozik, ne tegyetek be ilyen nagy karikákat, meg aranyakat, meg ilyen apró részlettel is foglalatoskodik Isten. Hanem? Hát kik teszik be? Hát én is, mikor buduska vállalkozó voltam, volt a lóvé, egy kiló arany, mint a igazi hülye gyerekeknek. Én sem voltam külön testvéreim. Hát akkor elmente arany, merkédes vagyok valaki. Az már senki voltam. Halál embere. Ha Isten igen nem híve, már rég a pokolba volnak. Olyan sötétek vagyunk Úr nélkül. Na ilyen sötétek edek a vedetők is, mert nem az Úrral vannak. Úrral vannak, de ők az egyvilág urában. Lóvé, stb. Jó megy a szekér. Hó, látom, cserégeted az autót is örül. Nem ez. Akkor neked Isten itt van a szívedben, a küllem az már csak ilyen. Mint a kabát. Elkapott, eldobjuk. Így lesz a testünkkel is. Ha menjünk tovább. És mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Nincs szeretet. Keresztény berkeken belül se. Mert mikor jártunk gyülekezetbe, kész, más se hallottunk, csak szitta vagy a pásztort, vagy a valamelyik bárány, mert ez azt mondta neki, azt mondta, emez azt mondta, szóval bűnös volt, magát nem vette észre. Az ördög olyan ám, vaklátó szemüvege van, magára nézve. Hogy bűnös volt, de a másikat nagyon tudta. Már egész Magyarország gyülekezetét végigjárta, sehol se volt jó neki, nyilván itt se volt jó, mert az igazság a szemébe lett mondva, többet azonnal nem jött, az mindjárt szekta, minden voltál te is. Na ilyenek, erre nagyon jól megválaszolt egyszer valaki, azt mondta, aki ebben kezdődött, panaszkodik el, olyan ott, olyan a vezető, na menjél innét te, mert itt sokkal rosszabb a helyzet, oda menj vissza, honnan jöttél. És tényleg így van. Ezek hálátlanok, ezeknek semmi nem jó, testi keresztények, értsetek meg. A testi kereszténynek semmi se jó, csak a sírdogász vele együtt. Azt szeretne, a sírdogász, megérted őtet. Igen, tényleg ez olyan gonoszám, jaj, ez tetszik neki. De ezek a testi keresztények. De aki mindvégig állhatatos, marad üdvözül. A hit neves harcát, a hittet kitartással, hit neves harcát mindenkinek megkövívni. Csak az üdvözült testvére, nem a tő hátra, hogy bűnös vagy, ott mész a mennybe. Még a közelébe se fogsz menni. Ki ezt tanítja, hamis, butuska, semmi köze Istenhez. Az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik ez. Majd az egész világon bizonságunk. Minden népnek is ekkor jön el a vég, veled negyáron. Amikor az egész világban ezt fogják nyomni. Tudod, milyen messze vagyunk még? Éveket. Hát még tudjuk azt, hogy lesz még egy utolsó 7 év. Még bele se mentünk. Miért nem mentünk bele? Mert tudjuk a Szentírásból, hogy az Antikrisztus maga a fővezetőbe bele fog költözni, és egy világvezetés lesz ember. Ennek még híre hamvát nem halljuk. Milyen végről beszéltek? Hát ez még meg kell élni. Látni fogjuk, le van írva. Hát persze testből te se érted ám a Szentírást. Neked sincs sok közöd Istenhez, mert ha volna Isten nem engedte volna, hogy te ilyeneket lefordítsál. Szereplési vágyatok van, szülessetek újjá, és álljatok bele az ajándékotokba. Mikor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, amiről most beszéltem. Amelyről Dániel proféta szólott, Jézus is elmondja, a Dániel profétának lett leírva részletesen, mi lesz. Itt Jézus mondja. Majd, hogy a pusztító utálatosság, amely Dániel proféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg, értsétek meg, a pusztító utálatosság maga az Antikrisztus
ott lesz a jeruzsálemi templomba. Emberek, ez még nem történt meg. Miről beszéltek elragadtatásról? Közötök Istenhez nincs. Tesszalonikai levél leírja. Ti nem a sötétség emberei vagytok. Benneteket nem fog sötétségben érni, Úr Jézus. Ti a világosság fiai vagytok. Aki fél meg sötétségbe várja, az a sötétség fiai. Sós Péterről ezt konkrétan tudjuk már. De Berednei Áron sem külön sajnos. Ilyeneket fordít. Bölcs lettél volna, ha hallgattál volna. A példabeszédek azt mondják, még a butuska is, ha hallgat, úgy tűnik, mintha milyen bölcs volna. Tanácsolom neked, hogy hallgassál. Máskor ne fordítsál le minden szennyet, és főforgatva a Magyarország kereszténységeit. Így is olyan kecske kategória van. A téve egész szellemiségével vannak betöltekedve, mint ahogy te is, testvére. Az Úr áldjon meg, szeretlek tégedet. Hát ebből ki kell jönnöd ebből a testi állapotból. A bértesti állapot, amit a dördög vezet, az csak a test lehet. Mert aki újjá született, az már a Szent Szellem vezeti, és érti az igét, és butaságot nem fog lefordítani, igaz? Igen. Na, én se fogom elhinni, ha valaki azt mondja, Jézus ott van, megjelent már. Jó, felejtsen, ne is küldjed a linket, de meg se nézem. Drága időmet nem padarlom ilyen hamis profétákra. Mert tudod a szívedben, hogy nem lehet. Igen? Figyeljetek! Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. Ez a zsidóknak szól, igaz? Júdeában nem mi lakunk. Igaz? Ez a zsidó nemzetség. A ház tetején lévő ne szálljon alá, hogy a házából valamit kivigyen, nincs ideje. Már ő tanította alaposabban. 200 milliós hadsereg fogja körbevenni Jeruzsálemet. Ennek is meg kell még lennie. Hát majd a vége felé lesz. A medrén lévő ne térjen vissza, hogy a dő ruháját elvigye. Nincs idő. Gondold, ez a 200 milliós hadsereg elkezd. De Jeruzsálemet tórni, neked nem lesz időt beszaladni a házba. Itt írja az ige. Jézus mondja ezeket, nem Tóth Tibor. Jaj, pedig a terhet szoptatós asszonyoknak, azokban a napokban, ajaj, hát gondold el. Kis csecsemőben szaladni kell. Nem fogja eldobni. Nem olyan elvetem, mint sokan vannak, a bedobják a WC-be. Igen? Ilyet is hallottunk, már nem egyet. Meg az orvosok azok állandóan abortuszt akarnak csinálni, mert jó keresnek belőle azért. Hányat többet tudunk, akinek azt mondták, elkövetetni nyomoréknak születik le, mondom, állj meg ember, imádkozunk. Isten mindenek fölött van. Még a halottat is feltámaszta, imádkozunk, az a gyerek dicsőség az Úr, és szaladgál, semmi baja nincsen már. Ilyen a mi Istenek, aki hisz benne. De mivel hitetlenek, a keresztények szaladnak az orvoshoz. Miközben Jézus elmondta, én maga tanítótok. Nem a külföldiek, hanem Jézus, itt, ez az ő tanítása. Én maga tanítótok, én maga mesteretek. Én maga gyógyítótok. Nincs más, így írja. Hát akkor nincs orvos. Mit mondott az orvosokra? Az összes házát eladta, az összes pénzét orvosokra költötte, rosszabbul lett dolga. Na ennyit írt az orvosokról. Orvosokhoz tudod, kinek kell menni? Akinek nincs hite Istenben. Annak ott a hely az orvosoknak. A gyógyszer meg úgy telik, mint a cukortragéd, így befelé. Számtalan sok esetet láttam ilyet. Imádkozzatok, pedig hogy a ti futástok ne télen, se szombat napon ne legyen. Kötelességünk imádkozni a zsidó népé, szeretjük őket. Az Úrnak kiválasztott népe, maga Jézus mondja, hogy imádkozzunk értük. Mert egy igazak imája meghallgattatik. És a mennyei atyám úgy dönt, hogy ne télen legyen, ne szombaton, mert ezek a zsidók szombaton még a kásztuszhegyt se gyújtsák be. Annyira elvetemültek. Szombaton semmi, még gyógyítani se lehet, tudjuk az igéből, igaz? Jézus tenni akasztották fedési. Ennyire elé mondja, hogy ne szombaton, mert be van ivódva nekik, szombaton semmi, hát a fiam becsúszott a vízbe, fulladjon meg szombaton.
Ennyire elvetem őt, te gondolj bele, nevetséges, igen. Mosolyogsz, jól teszed, hát ez csiralmasan nevetséges. Csiralmasan. Menjünk tovább. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez idáig, és nem is lesz soha. Figyeljetek, itt már két nyomorúságról beszélünk. Lesz az első, amiben még csak most haladunk bele. Az majd, mikor a zsidó nép kapja itt a csapásokat, utána lesz még egy 30 napos olyan nyomorúság, ami a világon még nem volt. De még mindig mi itt vagyunk, még mindig képzeljétek el, beled ne járunkám. Még mindig itt vagyunk. Még ennek után még mindig itt vagyunk. Mert ez 30 napig tart. Mert le van írva Dániel könyvében 1290 nap. Az 3,5 év plusz 30 nap. És ez a 30 nap előző. Csak mivel Szent Szellemmel nincsenek betöltekedve, nem betöltekedve, nem értenek ők ebből semmit sem. Pedig erről már alapos tanítás sorozatot csináltam. Igaz? Te emlékeztek rá. Figyeljetek. És azok a napok meg nem rövidítetnek, egyetlen ember sem menekülne meg. Senki! Olyan kemény lesz, igen, ez. De a választottakért megrövidítettek majd adok a napok. Na, itt lesz az elragadtatás, kedves Berendei Áron. Azt tanácsolom néked, utolsó időkről tanítottam, nézd végig, és azt fordítsd le, azt küldd el a külföldieknek. Akkor az Isten munkáját fogod végezni. Ezt most a Szent Szellem mondatta ki velem. Ezt cselekedjétek, ti is, Gégényéva is, az összes, aki tud angolul, ezeket fordítsátok le, és küldjétek el az elvetemült külföldi vezetőknek is, hogy az igazságra ébredjenek föl. Mert Istennek mindenhol van akarja, máshol is van, mondta Jézus, hogy ők is ne azt lessétek, hogy ez a sok elvetemült, istentelen vezetők mit tanítanak, ti meg lefordítsátok gondolkodás nélkül. Ezt fordítsátok le, és küldjétek el. Ha valaki ezt mondja, akkor nektek ime itt Krisztus, amot ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok, hamis proféták támadnak nagy jeleket, ezen ne csodálkozzatok a jeleke, meg nyújtogatjuk a lábat, stb. Ugye most nagy divat lett. Főképpen most a Ráki Tamás csúszott erre nagyon rá, nyújtja oda-vissza mindenféle dolgokat. Jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék a lehet a választottakat is. És becsapódnak. És el vannak álljulva. És ilyen embereket hívogatnak, ezt a Rákit is hívják mindenhova. Rákos fekély, ez a Ráki Tamás az egyházakra. Rákos fekély. És terjed, így terjed, mint a rák. Ennél mondom, hogy rákos fekély. Íme eleve megmondatott néktek. Azért azt mondják majd néktek, íme pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobában, ne higgyetek. Hát le van írva Jézus mondja, ne higgyetek mindenféle baromságban. Mert amiképpen a villámlás napkelete támad, ellátszik az egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele. Minden szem meg fogja látni. Még az is, aki felakasztotta. Így az ige máshol. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük, ki a dög? Az ördög, a Vatikán. Az ördög szakmunkásai. A Vatikán az a dög, az ördög. És a kesejük ott vannak, a pénzéhez ingyen élő kesejük, az összes egyház, karizmatikus gyülekezetek, a mammoné oda csatoltak. Ők a dögök, a kesejük. Ennek a jelentése ez, kedves testvéreim. Az ördögné vagytok, mint kesejük, pénzéhez eladtátok a lelketeket. És még a bárányokat is bevittétek gusztustalanul, mert egy se kérdezte meg, hogy mit szóltok hozzá, bemenjünk. Álljatok ki a gyülekezet elé, és mondjátok meg, valljátok meg, hogy ti gusztustalanul a dög, az ördög alá mentetek. Úgy, hogy a bárányokat is bevittétek. Eladtátok a lelküket a mammonnak. Szégyeljétek magatokat. Szégyeljétek magatokat, de nagyon. Pénzéhes, kapzsi, banda. Erre Jézus mit mondott? Zsidóknak mondják magukat, de ők nem azok, ők a sátán zsinagógája.
Jézus is kimondta, ne hagyd, azt hiszed, ő ködösített. A szemébe mondta a farizeusoknak. Kívülről, mint a leszálltal, öltön, nyakkendő, hó, én vagyok a valaki, teológia mester. Belülről meg ragadvány, gyilkossággal telve, mindenféle pénz kapcsák éjsége. Ez jellemző, ez van a gyülekezetekben. Ez van a gyülekezetekben. Mindjárt pedig a napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, csillagok égre lehullanak, egek erősségei megrendülnek. És ekkor felteszik az ember fiának jele az égen, és ekkor sír a föld minden nemzetsége, meglátják az ember fiát eljönni az ég felől nagy hatalommal és dicsőséggel. Nem sötétség bejön, mint a tolvaj, a sötéteknek avva úgy fog jönni. Írja az ige. De az Isten fiainak nem. Benneteket nem sötétségben él. Miért? Mert nem sötétségben vagytok. Hát aki sötétségben van, az sötétségben éli. Úgy pofon egyszerű, igaz? Csak érteni kell az írásokat. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, egybe gyűjti az ő választait négy szelek felől, ég egyik végére a másik végén. Egy helyre. Nem ám engem innét elragadtatott idéhat meg a mondét, egy helyre leszünk az Isten elhívottai, akik az ellen világban megvannak már pecsételve. Az angyalok onnét tudják, hogy na ezeket lehet vinni. Halleluja, dicsőség az Úrnak! Mi erre tartalunk, nem az új földre. Ahogy mondta ez a, nem tudom ki, hites tanító. Hogy hívják őt? Teológia vezető, hogy hívják? Segítség. Segítsetek. Hídgyülekedet meg. Németság. Az a vezető. Tanító. A Szent Pál Akadémiának a tanítója. Azt tanította, hogy ő a új földre gyúr. Innet is látta, hogy ősi szentszerem által újjászületve nem is érte az írásokat. Azokat majd azok fogják lakozni, a bűnösök, akik kegyelmet kaptak. Megyünk tovább. A fügefáról pedig vegyétek a példát, amikor a dága már zsendül, a levelei lehajtja, tudjátok, hogy közel van a nyár. Még azt tudjuk, nem? Igaz, az időről tudjuk. Na így tudjuk azt is, hogy milyen közel vagyunk az Úrhoz. Az ige által tudjuk, hát itt mondja Úr Jézus, hogy tudjátok. Na innét fogjátok tudni, ha azt tudjátok, tudjátok a jelekről, hogy hol tartunk, és tudjuk is. Van még időnk beledne járon. Ne készülődjé, hosszú évek vannak még. Nyugodj meg, lesz még ilyenséges időszak. Még előbb ennek kőbe jönni. Az majd még utána többinek, amit itt olvastam. Azonképpen ti is, mikor mindeneket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajta előtt áll az Úr. Na, a fügefa egy példa volt. De mikor mindeneket látjuk, tök halál, ilyenség, üresek a boltok, stb. Már ugye üzemanyag a csillagászati árakban, kaja nem lesz, akkor tudjuk, hogy egyre közelebb hol tartunk. Akkor fogok tudni. Hát ezért mondja Jézus, a tanítványainak nem csapta be. Itt hazudni a tanítók, hazudnak. A farizeusi tanítók, de nem Jézus. Annyira hazudnak, hogy nekik még be sem megy, még véletlenül tévedésből sem megy be még az elmébe, mert nem az elmébe kő, szívbe kő benged. És a szív gondolatai szerint fogsz cselekedni. És most a szív gondolatai szerint tanítom én ezt most. Ez tegnap este dőlt el a szívembe. Hogy ezt tanítani kell, nem lehet hagyni a népet a sötétségbe, amiket ilyen bereznei meg társai fordítgatnak. Ezt fordítsátok le, küldjétek el a külföldieknek. Hadd ébredjenek ők is. Bizony mondom nektek, ellen múlik ez a nemzet, míg mindenek meg nem lesznek. Na hallott-e veled, nagy állat? Ha nem a fiaink fogják ezt megélni, ők is, de még nincs. Ez a nemzet még megéli ezt. Az ég, ég és föld elmúlnak, nem lesz.
Mert nem lesz, új földet fog teremteni az Úr, tudjuk az igéből. De az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Ez meg lesz. Erre aztán mérget ihat szokták mondani. Hogy így lesz. Amen. Miért lesz így? Mert Jézus szavai. Szent és igaz. Arról a napról, óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én mennyei atyám. Tisztázzuk ezt is az igét, mert a sötétek ezt is elcsavargatják. Mi nem tudunk róla, nem kell befoglalkodnunk. Hát akkor ezt nem mondta volna el nekik Úr Jézus Krisztus, ha nem kéne tudnunk, meg nem kéne foglalkodni. Mit nem tudunk? A napot nem tudjuk, hogy csütörtökön 18 óra 36 perc, 7 másodperckor jön az Úr. Ezt nem tudjuk csak. A napot és az órát. Azon kívül évekbe beszél mindenhol, hajszál pontosan tudjuk, még a 30 napot is. Ami nagyon ijegységes, ami még a Földön nem volt. Na onnét tudjuk, hogy van még 30 napunk, de az Antikrisztus látjuk. Onnét tudjuk, kedves Berednei Áron, és összes tévhitetet fordítok. Onnét tudjuk. Hát ne csodálkozzatok, hogy nem értitek, a sötétségbe vagytok, ha Szent Szellem által nem vagytok újjá születve, hanem betörtekeztetek a kundalinival, mint Berednei Áron is ott a varázslónál. Négy-két láb ment, mint a tehenek hallott, csurgott az ájába a nyál. Ott van a felvétel, undorító, még föl is tették. Hát mindenki látta, nem én mondok újat. Ha be van töltekedve, és a kundalini hadugság minden szellemivel a Bereznai, azért fordít le ilyen badarságokat. Mert ha Isten volna az ő szent szelleme benne, akkor ne félj, ilyet nem csinálna, de ki sem ment volna a Magyari Lacival. Aki varázsló, az is. Amiképpen pedig Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele. Figyeljetek csak! Hogy is volt ez? Most is így lesz. Miért? Mert Jézus mondja. Figyelj! Mert amiképpen ödönvíz előtt való napokban esznek, isznak vala, házasodnak, férhez mennek vala, mind a napig, amely Noé a bárkába bemenne. Még az utolsó pillanatban is úgy fognak az emberek viselkedni. Te már látod a jeleket, de ezek még mindig. Ezen ne csodálkozzatok. Ők az ördöggel vannak betöltekezve, nem tudod őt megtéríteni. Ne csodálkozz ezen. Egyszer mondd el neki az igazat, te a lelkedet megmentetted, mondja az ige, a vére meg az ő fejében. Végeztünk. Ennyi a te feladatod. Mint hogy most nekem feladatom volt, hogy elmondjam az egész országba, aki nézi, hogy mi az igazság. Semmiféle elragadtatás, még olyan messze vagyunk tőle, hogy csuda. És nem vesznek vala észre semmit, képzeld el, mindenek bekövetkeznek, semmit sem vesznek észre. Hát miért most észreveszi? A gazdag dős az ugyanúgy, pedig figyelj, ma hamarosan kaja majd nem lesz. De még dős, föl sem éri, te miről beszélsz? Ha még megmagyarázom, én vagy olyan borulátó. Nem fog borulátó. Én örülök, boldog leszek akkor is, ha üres lesz a bolt. Mert tudom, hogy egyre közelebb állok ahhoz, hogy ott legyek fönn a mennybe az Úrral. Halleluja, dicsőség Istennek! Igen? Mindenkor mindenért hálát adjatok, és hálás vagyok Istennek. Amen? És örülök. Dicsőség neki. Nem lógatom az orromat. Nem is fogom ám, ha üres lesz a bolt, akkor sem. Annyival már még közelebb leszünk a dolgot. Halleluja, dicsőség. És ezek semmit nem vesznek észre, figyelj, és nem vesznek vala észre semmit, míg el nem jön az ödönvíz mindnyájukat elragadtata, aképpen lesz ember fiának eljövetele. Na így jön el az Úr. Minket elragadta, ezek meg semmit sem vesznek észre. Csak azt veszik észre, Józsi bácsi, hol van a feleségem? Előbb még itt meg itt mellettem. A kutya fáját neki, na mi van? A malomba megszűnik a dúgás. Egyik fölvétedik, másik ott hagyatik. Józsi bácsi kapál,
A Mariska nénének meg a kapa ott van. Ott hol van tűnt az asszony? Hol vagy asszony? Ha mi lettem vele? Hova tűnt? Elvitt az úr. És kaparózta te Józsi bácsimat. Hát nem hallgatott az asszonyra. Hát be kéne fogadni az urat. Az úrhoz kéne menni. Azt akkor már kaparózkodhatnak, mint mikor bezárult a bárka. Elpusztult mindenki. Most se lesz külön helyzet. Aki ilyen butaságot fordít le, az is itt marad. Meg fogja élni ezeket. Olvasunk tovább. Akkor ketten lesznek a mezőn, egyik felvétetik, másik ott hagyatik. Tessék! Aki az urnából ott fölmegy, aki nem ott marad. Egyszerű, mint a papa. Két asszony őr a malomban, egyik felvétetik, másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Óra, nem nap. Meg évek, azt tudjuk. Órában. Déve, éjfélkor. Kakas kukorékolás? Nem. Tudjuk. Várjuk az urat. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha ha tudná a házura, hogy éjszakának melyik szakaszában jön a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy a házába törjön. Igaz? Ha persze, akkor úgy csinálna. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek a fia. Amen. Mit mondott az ige? Legyetek készen. Legyetek készen. Ki van készen? Aki már a Szent Szellemet befogadta, Szent Szellem rámutatámod bent a te bűneidre, és te attól szabadulni akarsz. Ez a megtérés. Fölismertem bűneimet, megtértem belőle. Hogy az eredeti görög azt mondja, változtassátok át a gondolkodás módotokat. Ugye azelőtt úgy gondolkoztam, én is rosszul nézett, beszólt, üssük le őtet, mit hőbörög itt annyit. És ledurrantottuk. És akkor még büszke is voltam magam, milyen Balsai nagy Tóth Tibor van itten. Akkor még ilyen sötétségben voltam. Aztán, amikor az urat megismertem, ugye azért sok-sok 40 napos böttyeim voltak, mert az Úr előtt voltam, Szent Szellem nem egyszer rám szállt, fölismertem egy utolsó elvetemült az ember vagyok. És ha én így maradok, nekem a pokol az én részem. Na és akkor az Úr szépen a bűnöket megmutatta, ezeket a verekedéseket is, kedves testvéreim. Kértem az Urat, mutassa meg, így láttam, álomba megmutatta, hogy most benneteket. És mondom, Uram, akkor hozz össze velük, hogy bocsánatot tudjak kérni. Elkölött a nagy egós Tóth Tibor életembe, én bocsánatot senkitől nem kértem. És eljutottam odáig, és Isten, amikor mentem le vele, se volt, mikor egy nap hármat is hozott. És oda kellett mennem, megalázni magamat, bocsánatot kértem tőle, aki engedte, megalázgettem, stb. És a nagy terhek, köterékek én rólam mentek, megtisztult az edényem, kimentek ezek a szellemiségek, jött helyette a Szent Szellem. Megint csak. Megint csak. És azért imádkoztam, Uram, mutasd meg bűneimet. És akkor lopások, csalások, hazugságok, paráznaságok, jaj, légió volt bennem. És Isten megmutatta ezeket. Megszabadultam. Betöltekeztem Szent Szellemmel. Mentünk itt el az egész környéket le evangélizálni. Nem csak itt ám, arra a Gödöllő irányába is végig, Domonyik vagy Dányik bezárólag. Akkor elindulunk arra, nem csak Récságnátunk, meg még Szlovákiába is jártunk, nem tudom milyen faluba, evangélizálni. Akkor elindultunk emelre, Acsa, a Püspök, Sab, az egész vonal erdőkettes körbevéve. Minden irányába elmentünk. Volt, mikor egy nap három helyen evangelizáltunk. És körbe folyamatosan tisztultam. Boldogság volt a szívemben. Akkor valaki a befogadó imát elmondta. Mert csak egy befogadó imám, testvérem. Ető még nem megy a mennybe. Mint ahogy én se elmondtam ott jóba. Vízbe bemerítettek, azt még utána ugyanúgy be tudtam rúgni. Ugyanúgy összevesztem a feleségemmel, mondtam is magammal, ha mondom, én nem tisztultam meg, amit tóltak engem a víz alá. Ugyanolyan bűnös vagyok még. Mert mikor konfliktus helyzet van, akkor jön ki, mi van benned. Ha
akkor menjünk az úr elé, mert úgy látom, itt nem találtam egy olyan vezetőt, se üzzétek már ki belőlem. Mentem oda, mondhatom nyugodtan Ráki Tamás, Süveges Imre, hogy sok-sok ördög munkásai pakolták a kezüket rám, de nem szabadultam meg. Nem volt nekik, nem voltak hitelesek a szellemvilágban, ő maguk is farizeusi jelleműek voltak, ugye, meg vannak is. De az arra jó volt, hogy az ő szellemeik mind belém jött. Ezt honnét tudtam meg? Honnét, hogy egyszer Angliában volt egy pásztor, és a farizeusi jellemű tanított. Az én szemem be volt csukva, és azon kapom magam, mikor mondja a tanítja ezeket, hogy egyszerűen ásítozok, szabadulásaim vannak. Ha megkérdezem az urat, mondom, uram, ha mondd már meg, hát én hol nyertem be a farizeusi szellemiséget? Hát én fiatal koromban kocsmába jártam, egy templomban nem voltam talán egyszer. Mikor elvittek csecsebőnek megkeresztelkedni. Ugye a szülők. Hát mondom, akkor hol? Mi ködöm nekem a farizeus? És figyeljétek el, ott a szemembe csukva, és így, hogy most benneteket látok, így mutatta meg az úr, Süveges Imre, Szabó pásztor, Ráki Tamás, meg a többi is, akik a kezüket pakogattak. Hát én is még ugye akkor kezdő voltam, azt mondták, gyereki, imádkész, megáldalak téged, szaladtunk ki is, mint a többi butuska. Mi is butuskák voltunk még. És kézzel téten keresztül szépen a farizeusi szellemiség bejött. Mert ezek a személyek kijöttek, ugye, mint Szabó Sándor is katolikus volt, mindegyik, a Süveges Imre a Pünkiknél volt, mondjuk ugyan már vissza is mentek a pénz véget, de ők onnél kijöttek, ezt jól tették tulajdonképpen. De azok a szellemiségek bennük maradtak. Mert azt ki is kell űzni. És hogy mennyire igaz volt ez, az a pásztor odajött, a szemem végig be volt csukva, kezét rátette a szívem, és imádkozott érte. És itt szabadultam meg a farizeusi szellemiségét. És akkor azt mondtam, hogy megnézem, hogy ki teszi a kezét ér rám. Legyen makulátlan és tiszta. Mert tudjuk az igéből, a Mózesnak mondta az úr, tedd rá Józsuéra a kezedet, ő lesz az utódod, és ajándékokat add át neki. Hát a Mózes nem a paráznaságot adta át neki. Igaz? Na így jártam. És akkor ugye evangelizáció minden, volt egy nagy gyülekezetünk, rendszeresen jártunk, sokan jártak, sok-sok pásztor meg volt hívva, éjszakai dicsőítések, minden volt, lüktettünk ott, de nagyon. Egyszer csak Isten ránk szólt, hogy nem magatok körül pörögjetek. Hát nem keresztény kiszolgáló egység, ezt azt jó, hogy de jó kiakalom volt. És akkor mindenki szerepelhetett, minden pásztor elmondhatta búját, baját, az okosságait, és Isten ránk szólt, ezt fejezzük be. És akkor itthon elkezdtük a gyülekezetet építeni, most sem vagyunk sokan, mert az Úr építi a gyülekezetet, nem én, és ő tolja ide be a bárányokat, és mind kivételnek, aki most is itt van, rá tud bólintani, hogy az Úr küldött be benneteket. Igaz? Előtte nem is ismertük egymást. Úr rávezetett a tanításokra, és akkor így kerültetek ide, ebbe a gyülekezetbe. Jézus egy gyülekezet, de Úr Jézushoz tartozunk. Amen? Amen. Igen? Halleluja. És akkor Isten akkor elkezdte a tanításokat, vezetett engemet minden, és most már 3 vagy 4 éve mennek ezek a tanítások. Istentől jövő igéből. Szent Szellem által magyarázva, sokan főháborodnak, de sok embernek az épülésére. Amen. És így tanácsolom Berednei Áronnak, az összes többi ilyen fordítónak, akik tudnak angolul vagy németül, fordítsátok le ezeket a tanításokat, ne a lóvét várjátok, és küldjetek el a külföldieknek. Mert a nagy-nagy sok fertő onnit szépen bejött. Ide mindenkit hívtatok, csak egy igaz embert még tévedésből se tudtatok hívni, hanem amit a 700-as klub főponzorát, aki nálunk is volt, David Herzog, Joshua Mills, meg sorolhatnám ezek a sok varázslókat, aki így van, és soha nem felejtem el. Csaba, ez az óra arany, Joshua Mills levette, ezt neked adom. Miközben a digász mondja, hadakodó jobb kezed, ne tudja, mint ez a bal. Úgy dicsekedett. Ez a Joshua. Hát persze milliókkal hada ment meg a Vidé is a másikat. Ki az? David Herzog. David Herzog is.
Ha vállalkozol, vagy tízedet alatt ne dobjál. Levarázsolt az egész gyülekezetet, voltunk vagy 700-a. Hát a mi gyülekezeti házunkban volt, tudjuk, mi rendeztük az egészet. Mindenki pénzéhes volt. Halljátok, ezt így visszalátni. A pénzé, hallod, minden. S lelet varázsa volt mindenki, még az is kiment, hogy meggyógyultott, mutogatta magát, aki akkor még a mi gyülekezetünkbe járt. Na nem baj, majd megtudjuk jövő hétvégén, úgyis jött, és ugyanúgy jött. Hát mi van veled, drága? Hát ki mondta, hogy meggyógyulta? Hát akkor úgy éreztem. Ne, de levarázsa a szellemet. Akkor úgy éreztem, hogy nem fáj, az ördög békén hagy. Az ördög munkásai, akik tanít, ezt csinálják, hogy meggyógyult, békén hagy az ördög. És már jövő héten ugyanúgy jött, ugyanúgy fájt neki. Na, ennyit az ő gyógyításaikra. Na, kedves testvéreim, akkor egy imádsággal bezárjuk. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Berenyai Áront, és szeretem őt, Gégény Éváékat is szeretem. Nem azért mondom az ő nevüket, mert hogy nem szeretem őket, hanem azért mondom, hogy ők is térjenek meg. Jussatok megtérésre. Dicsőség az Úrnak, és a megtérés nem a pénzésé, hanem megtérek az Úrhoz, az összes bűneimet fölismerem, megvallom, Úr megtisztít, Szent Szellemmel akkor tudok betöltekedni, de akkor már butaságot nem fordítok ám le. Mert már értem a Szentírást. Amen? Drága mennyei atyám, hálás csak vagyunk a mai alkalomért, Uram Istenem. Atyám, én megáldom ezeket a testvéreket, profétákat, mindazokat, akiknek a neveit most elhangzott, Uram Istenem. Mert nekünk nem test és vér ellen van tusakodásaink, hanem a fejedelmességek, hatalmasságok, az ördög csapata ellen. És Uram, adj nekik bölcsességet, Uram Istenem, a Te Szent Szellemed által tisztuljanak meg, és csak olyan fordításokat, olyan tanításokat tegyenek ki, ami tőled van, és a Szentírással egyeztethető. Uram Istenem, megáldom őket, hogy áldottak legyenek, és mindazokat, akik nézték a tanításokat Jézus nevében. Amen.